Az ötletgazda a volt válogatott játékos Tarnavölgyi Gergely és a nyíregyházi klubot játékosként, valamint vezetőként is szolgáló Hanufer Sándor már korábban szerette volna összehozni a találkozót, a Covid azonban közbeszólt. Az elmúlt hétvégén viszont közel 61-kori játékos, edző, vezető köszöntötte egymást a korábbi bújtosi szabadidő csarnokban. Köztük volt Marton Kornél is, aki az élvonalba kerüléskor elnökként és támogatóként is jelen volt a csapat életében. Ez tulajdonképpen a 80-as évek eleje közepetáján, olyan 84 környékén indult. Akkor fúzionálta a tanárképző főiskola és az NVSC megyei első osztályban levő csapata. És a Rácz Sanyi lett a edzője a csapatnak, és Újhely Zoli volt a technikai vezető. És valamikor felhívtak a munkahelyemen, hogy üljünk már le beszélgetni, mert fontos. De a lényeg az volt, hogy valami jót kellene csinálni, hogyha már ők elkezdték, és célozzuk meg az NB1-et. Ez volt 83-84, és onnantól számítva, hogyha jól tévedek, 6 év alatt, szinte évente osztályt lépve jutott föl a csapat a NB1-be, és hát úgy gondolom, hogy abban az időben ez Nyíregyházán nagyon nagy örömet okozott, és hát a csarnokban én korábban addig nem láttam ilyen közönséget, ilyen tömeget, mint amilyen a kézimeccseken volt. A Nemzeti Sport vármegyei tudósítója, a Kelet-Magyarország korábbi munkatársa, Bodnár Tibor statisztikája szerint Kerekes Tamás 153 bajnoki mérkőzéssel a hatodik, 394 góllal az ötödik a klub örökrangsorában. A beállós nevéhez fűződik az első élvonalbeli nyíregyházi találat. Az volt életem első NB1-es meccse Nyíregyházán. Sose fogom elfelejteni, sok ember volt kint, nagyon jó volt hazai pályán ennyi ember előtt mérkőzést játszani. Arra is emlékszem, hogy konkrétan Matuska Jancsi játszotta be ezt a labdát nekem. Hál' Istennek sikerült, úgyhogy történelmet írtam, azt gondolom. Kun László 14 szezon töltött Nyíregyházán. A szinte minden poszton bevethető kézilabdázó mind a meccseket, mind a gólokat tekintve harmadik az örökrangsorban. A találkozóra Németországból hazatérő korábbi játékosban leginkább a meccsek hangulata maradt meg. Ez egy gyönyörű időszak volt, mikor feljutottunk NB1-be, egyre csak jöttek a nézők, olyan szurkolótáborunk volt, hogy eszméletlen, emlékszem ott a B középre, a papírdobálástól kezdve, mikor megvertük például a Veszprémet itt egy góllal, itt 45 perccel a mérkőzés után még nem engedtek ki a nézők, itt őrjöntek, nagyon jó, most is belerebegek. Természetesen az emlékszel kérdés hangzott el a legtöbbször a találkozón. Abban teljes volt az egyetértés a részvevők között, hogy jövőre ismét összejönnek a Sportág nyíregyházi legendái.